60-ban és a Galga mentén sokan ismerik a közel fél évszázada praktizáló Basa Antal fülorgégész szakorvost. Nyugdíjasként 73 évesen a korát meghazudtoló szellemi frissességnek örvend, aktív életet él. Mai napig dolgozik a 60-i kórház szakrendelésén és szülőfalujában, Galga hívízen magárendelőiben is fogadja a betegeket. Bátyától örökölte meg a kántorkodást és az énekzene szeretetét. Szereti a szép dolgokat maga körül, ezért is kezdett el orchideákat gyűjteni. A magárendelő világos várótermének fekvése kedvez a trópusi dísznövények fejlődéséhez. Az ide betérőknek lelki megnyugvást jelentenek a különböző alakzatú, színes virágok, melyek feszültségoldó tényezők lettek a rendelésre várakozva. A feleségem röppant szereti a virágot, szép rendezett a kertünk, és valahogy megszerettük ővel együtt az orchideát. Tehát ha elmegyünk bárhova, nagyon ritkán jövünk haza orchidea nélkül, virág nélkül pedig soha. Most ennek a nagy része itt van a váróban, és én úgy gondolom, hogy aki ebben a váróban jön a rendelés alatt, annak minden elfeledtődik. Nemrég megkapta az orchideák királyát is. Igaz, ezen még csak a gyökerek és a levelek látszanak, de egy idő múlva majd virágot is bont. A gyűjtemény gyarapodik, melynek gondozása javarészt már a feleségére hárul. Lassan azon kell majd gondolkozni, hogy hová kerüljenek a portán.